Na ezt nézzétek, mit találtam. Meg most tettem itt egy kis kerülőt, hogy megnézzem, milyen magasan van a körös. És hogyha ezt megnézitek, ez szinte biztos, hogy egy kis vasút is én. Tehát akkor még egy dolog, ami az Alföldi Első Gazdasági Vasútból megmaradt. Ez tuti biztos, hogy kis vasúti sín, de abból is a régebbi fajta. Biztos, hogy nem ezzel szint meg. Egyébként itt a vastelepet is lehet, hogy vannak még érdekességek, akár sinek is. Ki tudja viszont. Hát ez már nem sín, de ez tuti, hogy egy sínszál. És itt van a Hevedelnek a rögzítési helye is. Nincs olyan, hogy be van már festve, nem látszik, hogy milyen sín volt. De ismét egyele ki a kis vasútból. És egyébként itt ez egy sorompó itt a gáton. És egyébként ez pedig itt már a körös. Ott pedig a körös híd van, ami... Hát ezzel nem ment át a kis vasút, mert 1985-ben épült, ott mellette volt egy vashíd, azon ment át. De hát én majd később hosszabb anyagot is fogok hozni. Ez most nem van, ez csak így... Ezt így menet közben szúrtam ki, hogy hoppá. És akkor ott szembe pedig a Nosztratárház, oda viszont keskeny nyomtávú iparvágány bevezetett. De majd ott arrafele fogok menni, és akkor lehet, hogy még onnan is csinálok videót. De akkor ez ennyi lett volna, akkor sziasztok, ez ismét egy gyors bejelentkezés. Sziasztok, találtam még egy, ennek két rúdó megvan, ez is a régi kis vasúthoz tartozik, itt van a töltésem, még megvan. És pont így, ahogy a járda volt, így ment a vonat. Ezen a részen. És itt volt egy átjáró az aszfalton. Megállom, még az a kocsi elmegy. Belepont itt a képbe, és itt. Így jött, és a tárház felé ment az egyik iparvágány, ami itt van. És valahol ott a közútnál ott csatlakozott le. És arrafele, mert egyesen van a tárház, tehát az iparvágány is kettő között, és ez ment a malomba. És itt ment a töltésük a Tavasz utcán, aztán ilyen nem volt ez még beépítve ez a környék, és ott átment, ott van egy földút, ott ahol a villanypózna megy, arrafele, és ott ment végig. És aztán ott szintén egy ilyen kisebb ível fordult ott rá, ott ahol még a kis híd megvan, az előző videóban mutattam, be a malomba. Hát ez csak egy kis apró érdekesség innen. De nyitott szemmel jár az ember, lehet itt még nyomokat találni annak, hogy itt valaha vonat járt. Egy szépen legurulunk egy kamerával együtt. De most pont egy vonatpótló bicikli, mondhatni, itt 57 éve elment az utolsó vonat. De itt ez a járda szerintem követi a régi kis vasúti nyomvonalat. De nehéz is így kormányozni, hogy közben. De... És szerintem... Valahol, bár az is lehet, hogy itt végig a járda helyén ment, ezt most így fejből, vagy hirtelen nem tudom, meg nem nagyon észrevehető, de szerintem ott a házak mögötti töltésen ment idővel, nem itt végig. De hát ezt már, szerintem már sose tudjuk meg. De akkor szerintem akkor ezzel itt akkor be is fejezem, akkor ez ennyi lett volna, hát akkor sziasztok!